Kerepesi október 6-ai megemlékezésen Franka Tibor polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevőit. És kívánom azt, hogy Magyarország olyan hősöket állítson ki, amelyek azok voltak, akikre most emlékszünk, és amelyek, vagy akik, hogyha kell, akkor az életüket is adják. Azért, hogy Magyarország igenis volt, van, és legyen továbbra is. Nagy László önkormányzati képviselő, iskolaigazgató mondott beszédet, ebből idézünk. Aradon a Szabadságharc Magyar Honvédségének tábornoki és főtisztjei közül végezte ki 13-at, és ezen a napon lőtte agyon, aki végzőhozta Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajos. Közismert, hogy a 13 aradi vértanú kultusza már szinte halál pillanatában megkezdődött. Később a dualizmus korában meghatározó magyar függetlenségi mozgalom jelképes dátuma lett október 6-a, és a kegyelet és a megemlékezés mind politikai, mind személyes okokból nagy jelentőséggel bírtak korban. Hiszen nem csak az aradi vértanúkra emlékeztek ezen a napon, hanem a Szabadságharc valamennyi résztvevőjére, akik életüket adták a magyar függetlenségért. Életük utolsó órái, leveleik, szavaik, nyugalmuk s bátorságuk üzenet nekünk. Megrendítő sorsuk tanít. Tanít arra, hogy emberi tisztességből és jövő iránti felelősségből vállalt helytállásnak minden körülmények között van értelme. Tanít arra, hogy tudnunk kell, hogy a történelem nem a gyilkosoknak ad igazat, hanem a vértanúknak. Tanít arra, hogy a tetteik és szenvedésük századokon át tanúsítja, hogy a hazát szeretni nem csak kötelesség, de öröm és az élet értéke. Tanít arra, hogy csak az képes a világot szeretni, aki képes hazáját szeretni. A továbbiakban a Széchenyi István általános iskola tanárai adtak műsort. Vágyott őszi napnak fénye 13 évre néz le. 13 vértanúra emlékeztünk levonulva. Mind fiai a halálra. Túlerővel szembeszálltak, áldozat lett szent oltár az aradi 13. Szabadságért szálltak révbe, jaj, a vérfad útjuk vége. A szent ügyet meg nem bánták, ők a hazát így szolgálták. Értük párás ma a szemünk, megvédték a becsületünk. Vagyolatként vitték égbe, s tették Istenünk kezébe. Október 6, fájó emlék. Becsületünk visszavették, megváltották, drága áron az aradi 13. Hazánk egén bús csillagok örök fényben ragyognak. Vértanúság drága áron száll a nemzet oltárán. Fájdalmas nap, október 6, a sorsunkra máig kihat. Békesség legyen veletek. Örökkön álljunk a nevetek. Yeah.
A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikerecsek kívülét. 100 év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Bécsei. Lámerdőrt sírt, s a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leiningen felmentő seregek árnyát kereste mindent. S a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák, vérző foltjai, és ők tarkán, hibegve, hátán elvoló húsfét tollé. Lázár Vilmos, 34 éves, Ferdinánd császár első huszárezredének volt hadnagya, zempléni birtokos. A honvédseregben utász, majd dandárparancsnok. Augusztustól bennezvedesen. Dezsőzi Arisztid, 47 éves. 19 évig hivatásos katona, nyugalmazott császári kapitány. A honvéd seregbe nemzetőrként áll, a téli hadtestet parancsnokából. Kis Ernő, 50 éves. A császár második Hannover huszárezredének parancsnoka volt. A honvédseregben októbertől tábornok, egy ideig főparancsnok. Schweiger József, 53 éves. Simonyi Jómester tanítványa, a császár őrnagya volt. 48 augusztusában hazavezette a Sándor huszárezredet. Táblabíró lett, októbertől tábornok. Később Pest-páros térparancsnoka. Föltenberg Ernő, 36 éves, német anyanyelvű, 18 évig a császár katonája, utoljára kapitány. Harcolt Jerasics ellen, júniustól tábornoka a honvédseregnek, a tavaszi hadjárat egyik főszereplője. Török Ignác, 54 éves, császár katonája. A nemesi testőrség tagja, tanára volt Görgei Arpódnak és Krakkogyőrnek. Komáron megerősítője. Januártól tábornokként parancsnoka. Később után Szegeden dolgozott. Náder György. Német származású, 54 éves, 32 évig a császár katonája, 48. szeptemberétől a Honvédelmi Minisztérium hadfelszerelési főfegyelője. Februártól tábornok, mert gyártóeszközök, szakember, nyersanyag hiány is ellátta feladatát. Nézics Károly, 41 éves, horvát török származású. 25 éven át a császár katonája, utoljára százados. Harcolt a szervek ellen. Nagy Sándor József, 45 éves. 23 évig a császár katonája, utoljára kapitány. A téli harcokban lett a honvédsereg ezredese, majd a tavaszi hadjáratban tábornoka. Gróf Leiningen, Westerburg Károly, 30 éves. Német anyanyelvű. Császári századosként jelentkezik önként a szervek ellen. A tavaszi hadjárat egyik főszereplője. Júniusra tábornok. Aulik Lajos, 56 éves, német anyanyelvű. Az osztrák hadjáratban ezredese volt. 36 évi szolgálat után lett a honvédsereg ezredese, később a téli és a tavaszi hadjáratot végigharcoló tábornok, végül hadügyminiszter. Damjanics János, 45 éves, szerb anyanyelvű. A császár volt századosa. Saját kérésére került a honvédség Vörösség Kárszáz tulajjához, melynek élén decemberre tábornok lett. A tavaszi hadjárat egyik főszereplője. Gróf Bécsei Károly, 47 éves, az osztrák sereg őrnagya. Harcolt a szerbek ellen, decemberre tábornok a honvédseregben. Arad és Temesvár megosztott.
Jaj, de húsan süt az őszi napsugára, az aradi vár tömlöcnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitézt, ki a börtön fenekének halálra néz. Elítélték sorban mind a 13-at, szőtték fonttal anyakukban 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártülőknek, hogy a magyar szabadságharc, hogy a magyar szabadságért harcra keltek. Aradi vár, aradi vér, halál hölgyem, éres nemes magyar hősök temetője, virágozzék sírotokon vétek virága, elfelejthetetlen legyen azok halála. A tábornokok kivégzése bevezetőjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további, mint egy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és vagy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sok évi fogságra. Ha a rájukult halálos ítéletet elkerülték is, derék a történet sorsuk. A vádfogságban töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6-a áldozatai, mint a kivégzett társai. Katolikus egyház nevében Lencse Balázs kántor szólította közös imára a résztvevőket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A rendezvény a Hősi Emlékműnél koszorúzással zárult.